Sziasztok, üdvözlök mindenkit szeretettel. Hát igen, megjött a jó idő, mármint a jobb idő. Itt a jégcsapok lefagytak, de most felolvadtak, úgyhogy mondtátok, hogy imádjátok az élő vidimet, úgyhogy jöttem kívánságotokra. Mindenkit üdvözlök és puszilok. Hát igen, csak itt azt szeretném mondani, hogy itt ilyen, itt meg azért van egy kis havacska. Kicsit csúszik, de óvatosan lépkedem, remélem, hogy ti is, és hát végül is már nincs zúzmara. Hát most úgy látszik, hogy kezd egy kicsit a köd már feloszlani, itt erre felé, sziasztok, puszi, mindenkit üdvözlök, és kellemes új hetet kívánok nektek. Egy kicsit most van időm, mert sétálok a bolt felé, elfogyott a kenyerem. Hát ugye, és a friss kenyér az kell. Igen, hát ilyenkor is még lehet kapni frisset, jót. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy tényleg úgy látszik, hogy kicsit enyhülni fog az idő. Írjatok nyugodtan, ide tudok hirtelen válaszolni, amúgy nem sok időm van, non-stopban dolgozom, úgyhogy türelemmel kell lenni mindenkinek, tehát nem kell sipítozni, hogy na, miért nem írsz, és na, miért nem, így meg úgy, meg amúgy azért nem, mert a 16 órát 17-et általában dolgozom. A többit meg szeretném pihenni, pihenéssel, lazítással tölteni. Igen. Azt sem szeretem nagyon, hogy hirtelen messengen hívás, illetve videóhívás. Mert bárhol lehetek, és nem tudom felvenni. Először is, hogyha valaki szeretne velem kommunikálni, az jelezze, írja le, hogy mikor érek rá, és mikor nem. Köszönöm szépen. Ezt szeretném mondani, és nagyon-nagyon köszöntöm az újonnan lévő ismerőseimet. Úgyhogy nagyon sokan vagytok. Köszönöm szépen. Hát válaszolgatni, stb. Olyan dolgokra tudok, ami nem kulisszatitok. És hát azért a magánéletemben azért nem mindenkit szeretnék beleavatni. ami normális is. Na, rendítsek. És hát várom a napsütést, hát az, ami még sajnos nincsen. Nagyon köd van, és hála jó Istennek, hogy érezni az, hogy egy kicsit azért enyhült ebbe az időjárás. Köszönöm szépen. Fogok válaszolni mindenkinek, aki írt, illetve ír, és aki későbbiekben is nézi meg a vidimet, puszilom szeretettel mindegyiket, és legyetek szerencsések. Rendben. Aztán nem sokára remélem, hogy már megint egy újabb és szebb műsorban leszek majd hallható és látható, ami szervezés alatt van. Elisítettem most a dalaimat, illetve a szövegeimet, és remélem, hogy az is nem sokára terítékre kerül. Viszont azt szeretném még mondani, hogy a mai napon emlékezzünk, hogyha lehet, Zámbó Jimmyről, a királyunkról. És ugye mai napon volt 19 éve, hogy eltemették a királyunkat. És őszinte részvétem a családnak és mindenkinek, aki szerette a dalait. Én nagyon szerettem és nagyon meg is könnyezem. Igen. Tehát végül is én is képviselem Zámbó Jimmyt. Zámbó Árpit üdvözlöm,
És hát, igen, tehát ő soha nem fog meghalni. Mármint a szívünkben él, tudjuk, hogy nincs közöttünk, de a dalai azok itt vannak, és ez van. Na, levetítettem nektek egy videópartit, ahol hallható volt kettő nagyszerű előadó. Az egyik az Jordi Jordi, akinek a hangja nagyon benne van. Már akiben a hangja, Jimmy hangja nagyon benne van. Sziasztok, puszi mindenkinek. Jó egészséget.